Köszöntöm Önöket! A december a karácsonyi készülődés időszaka, melyet sok gasztronómiai és adventi vásár tesz színesebbé. Pécsi Advent, Pécsett december 2 és 18-a között. A püspökség ünnepi programmal és adventi vásárral várja vendégeit a Dómtéren. A püspöki palota előtt kerül felállítása a szalmából készült Betlehem, karácsonyi dallamok csalogatnak és apró égősorral díszített fenyőfák mutatják az utat a templom felé. 4. Gyulai Méz és Mézes Kalács Nemzetközi Fesztivál Gyulán december 9 és 11-e között. Ez alatt a 3 nap alatt minden a mézről szól. Mézes bábok, mézes kozmetikumok, virágmézek, mézes vetélkedők, mézes kalács íz és szépségverseny. Itt még Jancsi és Juliska is elcsodálkozik majd. Fülétől a farkáig, avagy falusi disznótor kicsiknek és nagyoknak Karcagon december 10-én. Hagyományos disznótoros ételek, csapatfőző versenyek kóstolása közben kerül sor az év karcagi pálinkája díj átadására, a verseny nyertesének kitüntető cím adományozására. És aki még több élményre vágyik, a Magyar Mikulást könnyű megtalálni, nem kell miatt az északi sarkig utazni. Aki nem bírja kivárni a december 6-át, az akár személyesen is felkeresheti a Mikulást nagy karácsonyi otthonában. A királyi karácsonyokat visszaidézendő a Gödöllői Kastély színes családi programokkal és gazdag látnivalókkal várja kedves látogatóit advent 3. hétvégéjén, ünnepi díszbe öltözve. Frissen sült gesztenyével, tombolával és forralt borral, valamint forró teával várnak mindenkit Jenes Diáson. További információt a programokról az itthon.hu honlapon találhat. Kellemes kikapcsolódást kívánok! Minden élménnyel több leszel.